azt mondták, hogy nem mobilis, de láthattuk, hogy bizonyos feltételeken megmozdítható a munkaerő. A házigazda kamara elnöke köszöntötte a mobilitási projektben résztvevő szakembereket és az érdeklődő újságírókat. Az országosan egyedülálló programot még a munkaügyi központ korábbi vezetője indította, aki szerint az építkezés elindult, de sok még a tanulnivaló. Azok, akik ide jönnek mi hozzánk, és csak azért jönnek, hogy majd valamit keresek, de nem vagyok erre felkészülve, akkor azoknak sajnos itt hát nem lesz sikerük. A központ jelenlegi vezetője szerint is sikeres a projekt, a folytatáshoz azonban mindenképpen erősíteni kell a mentori rendszert. Ezeknek az embereknek szüksége van egy olyan segítségre, amit csak egy mentor, illetve mentori hálózat tud részükre biztosítani. Jelenleg ezt a programot egy fő mentor vitte végig, és rendkívüli nagy sikerrel. A megkérdezettek mindegyike azt mondta, hogy az ő segítsége nélkül lehet, hogy már közben feladta volna a küzdelmet. A Parlament Foglalkoztatási és Munkaügyi Bizottságának alelnöke az állami szerepvállalást emelte ki az ilyen és ehhez hasonló programokkal kapcsolatban, amelyek tovább erősíthetik a térség gazdasági erejét. Erős gazdasági térséget szeretnénk, a győri gazdasági térség nem csak az ország más pontjaival, hanem a külföldi gazdasági térségekkel is vetélkedik, és ezért úgy gondolom, hogy minden olyan program, ami az itteni vállalkozásokat segíti, az itteni munkaerőt segíti, egészen nagy vállalattól az egészen kis magyar tulajdonú vállalatig fontos. Ez a program eddig sikeres, és azon vagyunk, az állami szerepvállalás, kevesebb állami bürokrácia, illetve célzott állami források segítségével, hogy további sikereket tudjunk ebben a programban felmutatni. A megyei kormány megbízott úgy véli, a mobilitási programban mindenki megtalálta a helyét, a Bátor projekt pedig sikerre van ítélve. Most láttuk, hogy Kelet-Magyarországról hogyan lehet megmozdítani a szakképzett munkavállalókat, és a nyugat-magyarországi vállalkozóknak milyen igényeik vannak. Ez a kettő cél most összeért ebben a projektben. Láttuk, hogy milyen képzéseket kell adni, milyen mentorálást kell adni azoknak, akik ide érkeznek hozzánk, mert egy egész másik világba csöppentek. Tehát ezek alapján a további munkaerőfelvételt már ezekkel a tapasztalatokkal tudjuk végrehajtani. Bár a kamara csak katalizátor szerepet tölt be a programban, Mihalics Antal szerint van létjogosultsága a mintaprojektnek, melynek folytatásához is minden segítséget megadnak. A kamarának vannak a partnerkapcsolatai, munkaügyi hivatal, kormány hivatalokkal, akkor használjuk már ki ezt a hálózatos szerveződést, és csináljunk egy olyan közös programot, ami a helyi vállalkozóknak az érdekét szolgálja, és nem utolsó sorban azoknak a munkanélküli munkavállalóknak is az érdekét szolgálja, akik meg Borsod megyében éppen ilyen szakmával rendelkeznek. A programban résztvevő Borsod megyei munkásoknak gyakorlati helyet biztosító klaszter vezetője is úgy véli, a program sikeres, a jelenleginél azonban jóval több munkanélkült is be lehetne vonni a projektbe. Megszólítottuk ezt a több ezres létszámot, aminek a végeredménye az lett, hogy magát a felvételi eljárásba, magát az, hogy meghallgassák egyáltalán ezt a tájékoztatót, már csak ilyen 100-200-as nagyságrendű embert érdekelt, és akik meg tényleg beléptek a kiválasztási folyamatba, tehát megírták azokat a szakmai és emberi teszteket, amelyek szükségesek voltak ahhoz, hogy felmérjük a tudásukat, azt már csak 51 ember tette meg. A mobilitási projekt keretében első körben 13-an jutottak biztos megélhetéshez, de a program már a jövő héten folytatódik, akkor 20 géplakatos kezdi meg képzését Győrben, ami után remélhetőleg ők is állást kapnak majd a régióban.